A Magyar Diafilmgyártó Vállalat bemutatja a Karvajos Zászló című diafilmjét. Őseink népe több emberöltő óta élt már a kazárbirodalom határvidékén. Igen, őseinkről, vagyis az etelmenti hét szövetséges törzs népéről beszélek. Az Etel folyót mások Volgának is mondták. Minden törzsnek saját fejedelme parancsolt. Nem állt náluk feljebb az sem, akit első fejedelmüknek neveztek. De táltos fejedelem volt, mert azt tartották róla, hogy varázs ereje által a vidék fű, víz, föld szellemeivel van szövetségben, s amíg ez a varázserő meg nem csappan, a nép termékeny földön legeltetheti nyájait, termesztheti gabonáját. Ha a törzsek életében mégis vészterhes fordulat állt be, gyengülni látszott a varázserő, s az első fejedelemnek meg kellett halnia. Helyét fia vette át. A hét törzs katonával adózott a kazárkagánnak. Két töményt, vagyis 2000 harcost kellett adni annak minden hadjáratához. Azt a hazánkat, amelyről szólok, abban az időben Levedi földjének hívták, mivel sok-sok tavasz óta Levedi varázsereje uralkodott ott a fű, víz és a föld szelleme fölött. Míg nem a hatalmas kazárkagán egyszer csak magához hívatta Levedit. Útnak indulása előtt a hét törzs hat fejedelme összeült. Öt azt mondta Levedinek: jó alkalom, követeld vissza a kagántól azt a töményt, amelyet már 10 tavasz óta tart magánál, vezérével, Álmossal, a megyer törzs urával együtt, ki ezért nincs most sem közöttünk. Levedi keservesen érezte magát a lova nyergében a hosszú hajó úton. Sejtvén sejtette, hogy aligha ő, a kagántól, inkább az a nagyhatalmú fog őtől lekövetelni. De megfogadta, sarkára áll majd, nem hagyja magát. De hogy nem, maga sem tudta miért, kénytelen volt a kagán előtt szemét eltakarva úgy meggörbedni, mint aki hétrét görnyetten hajbókolva hódol. A kagámból a napfiából csak szemvakító szikrázás sütött a szemébe. Hej, bizonyára egy bronztükröt tartanak a nagyhatalmú mögött, amely a napsugarait az ő szemébe szórja. De mire erre rájött, oda lett minden ágaskodó kedve. S ezt hallotta: azt akarom, Levedi, hogy olyan fejedelmetek legyen, aki parancsolhat a hét törzs fejeinek. Azért, hogy én is parancsolhassak neki, és ő engedelmeskedhessen az én parancsaimnak. Te vállalod, Levedi? Magam helyett, törzsfők, Álmost ajánlottam, hogy ezt tegyem, a kagán tanácsadója súgta fülembe. A többit hadd mondja el maga Álmos. Én bennem bízik a hatalmas kagán, törzsfők. 10 tavasz óta vezetem seregei elővédjét, ami töményünket. De most zsoldos seregét adta mellém, hogy ide küldött. Még hogy te mi nekünk ezután parancsolónk legyél? Úgy lesz mindenképpen, mert akarja a kagán. De választhattok, hogy a kazárok helytartójaként-e, vagy mint saját főfejedelmetek. A helytartó szolgálja a kagánnak. A magatok választott a főfejedelem, meg mégis a tiétek. Így hát Álmost legott pajzsra emelték, és kikiáltották, hogy ezután a hét törzs felett ő a legfőbb, a főfejedelem. Lassan elmúlt a tavasz, a nyár. A dúsan termő ősz láttá már Levedi boldogan, büszkén heherészett. Az én varázserőm hatalmasabb, mint valaha. Minden gazdagon terem, Álmos, és a kagán nem tette rá a kezét semmi jószágunkra. Mert miközben a besenyökkel háborúzik, a háta mögött felkelt a kazárföld egy sor népe. Meglásd, ma holnap minden vitézünket magához parancsolja. Menj, emberem, mondd a kagánnak, parancsát megkaptam, de én, népem főfejedelme, nem adok hadat. A hét törzs ezután szabad lesz, nem függ tőle többé. Az ott lévő tömény vezérének meg azt rendelem, tüstén térjenek haza. De úgy vegyenek egérutat onnan, hogy a kazárokkal ne tűzzenek össze.
Fegyvert rájuk ne emeljenek, semmi szín alatt. Eddig tudom mindez, gyerekek, hallomásból. Én, Tente öreg vitéz, aki hosszú életem folyamán annyi mindent hallottam és láttam. Láttam is, hiszen az elmondottak után nem sokára testőrzője lettem Álmos úrnak, később meg fiának, Árpádnak. Igen, a többit már nagyrészt magam tapasztaltam, és ezt is elmondom most nektek, legénykéim, itt a Duna partján, oly sok tavasz múltán. Ahogy szokás nálunk, öreg vitéznek, beavatni az ifjakat az elődök dolgaiba. Hogyan lett belőlem a főfejedelem testőrzője? Bizony, nem könnyen. Főfejedelmünk, Tente ifjú vitéz vagyok. Ládd, lovam a soknapos hosszú vágtától idáig összeroskadt, mert a kazárföldi töménytől jövök szökve. Megmondani, hogy az nem engedelmeskedett a te parancsodnak. Úgy döntöttek, hogy ha te nem akarsz a kazárokkal összetűzést, ők inkább a lázadókhoz állnak. Vezéreim, riasztó hírt hozott ez az ifjú Tente, mert hogy levetettük uralmát a kagánnak, még köthettünk volna vele számunkra kedvező szövetséget. De ez az engedetlenség keresztül húzza számításomat. A fegyveres lázadást a kazár nem bocsájtja meg. Ha felülkerekedik a besenyőkön meg a lázadókon, retteghetünk a bosszújától. Még hogy ő kerülne felül, hát nem bízol, Álmos, az én csodálatos varázserőmben? Felülkerekedett a kagán. Mi, a besenyő népkövetei, ezt jöttünk nektek hírül hozni. A lázadóit kiűzte birodalmából, minket is levert. Földünk helyett, amelyet elhódított tőlünk, a ti szállásföldeteket jelölte ki lakóhelyünkül. Egy holdnap múlva ide zúdulunk minden erőnkkel és a kazárok segítő seregeivel. Mi mást tehetnénk? A keletről fenyegető kettős ellenség elől csak nyugatnak indulhattunk. Elsőnek mi, Álmos fejedelem vitézei úsztattunk át az Etel folyón. A kijevi rosszok fészke ellen igyekeztünk. Annak hatalmát kellett megtörnünk, hogy a hét törzs népe beköltözhessen és új, szabad hazát találhasson Etel közben. Várukba szorítottuk őket, s gyújtónyilainktól már lángot fogtak a kijevi erősség tetői, amikor valaki hátra tekint. Egy új had! Az alvilág melyik odvából termett a hátunkba ez a szedett vetett, de nagyszámú népség? A várvédőket jöttek felmenteni. Megfordulunk és rájuk, így Álmos úr. Mielőtt két tűz közé szorulnánk, nekünk kell támadnunk. Kérlek, ne roncs rájuk, uram. A merész, aki ezzel a fejedelem lova elé borult, én voltam, az akkor ifjú Tente. A kabarok ezek, ahogy a kazárföldi lázadókat hívták, akiket a kagán kivert országából. Megismerem köztük a mi töményünk vitézeit. Ha megbocsátasz nekik, helyrehozzák védküket, s a többi kabart is mi mellénk állítják. Úgy lett. Álmos úr turulsolymos zászlaja alá álltak valamennyien. De a mieink gúnyolták az engedetlenségükkel nemrég, hogy nagy bajt okozókat. A ti zászlótokon nem turul ez, csak kurul, vagyis karvaj. Se baj, felelték, karvajos zászló alatt is igazi solymok leszünk. Szinte felröppentek a falak tetejére. Derekasan küzdöttek velünk együtt. A várat bevettük, s a rosszok lemondtak Etel közről. Hogy így kiköszörülték a csorbát, a karvajosok közé kértem magam vissza, de a fejedelem nem engedett. Tente vitéz, minthogy újabb szolgálatot tettél, mondta, most már én mellettem maradsz. Hogy Etelköz szabaddá tettük, az egész nép még idejében átköltözhetett. A vezérek az itteni füvet, vizet kóstolgatva, földrögöket morzsolgatva, elégedetten dicsőítették az új haza fű, víz, földszellemét, akikkel a varázserejét vesztett Levedi helyett, fia, Kent kötött szövetséget, mint új táltos fejedelem. Majd 10 tavaszon át voltam Álmos úr testőrzője. De akkora volt a békesség Etel közben, hogy attól féltem, leszokom a fegyverforgatásról. Elkértem magam egy kiadósnak ígérkező zsákmányszerző hadjáratra.
A rosszok egyik seregével szövetkezve indultunk Konstantinápoly ellen. Mi lovon, szárazföldön mentünk, ők folyón és tengeröblökön átvonultak a nagy hírű kincses város alá. Mi egy-kettőre beszorítottuk a görögök császárát fővárosának bástyái mögé. A csónakos rosszokon volt a sor, hogy betörjenek oda a tenger felől, ahol alacsonyabbak voltak a falak. Úgy tűnt, hogy az ellenség semmiképpen sem állhat ellen ilyen kétoldali támadásnak. A halál tudta, hogy a görögök varázslatos csövekből lángot tudnak kilövelni, görög tüzet. Meggyulladtak a csónakok. A vakmerő rosszok közül örült, aki úszva menekülhetett. Mi is lóhalálában kerestük az utat másfelé, de csak egy esztendő múltán keveredtünk haza. Magam súlyos, kiújuló sebbel érkeztem meg. Ölben vittek a fejedelem elé. Menj, gyógyulj és pihenj, mondta. S hozzátette. Kicsin fiából, Árpádból növendékvitéz lesz, mire teljesen felépülhetek, s akkor majd a kisúrnak leszek a testőrzője ő helyette. Első feladatként bizony jó sok, nagyon sok nyár után Árpád kisúrral követségbe mentünk. Mit gondoltok, legénykéim, hová? Konstantinápolyba. Bizám, díszőrség között léphettem be a kincses város kapuján, ahova fegyverrel nem tudtam bejutni. Mondták a kisúrnak, hogy a császár előtt mélyen, hódolattal meg kell hajolnia, mert itt így szokás. De hogy csak szokás-e, azt mi nem tudhattuk. Árpád a császár előtt egy aranypénzt ejtett le, és úgy hajolt meg, mintha azután nyúlna. Hivattál, Krisztus szerető császár, hogy országodban legyek. Palotádban lakjam addig, amíg egyik seregünk a te szolgálatodban harcol a szaracén ellenségeiddel. Vagyis, hogy amint szokás, a seregünk hűségének legyek kezedben záloga. De meghódolni nem jöttem. Az én népem szabad, és az is marad. Élj csak itt gondtalanul, és nézz körül az ifjú hercegnők között. Az utolsó napokban az udvar írnokai faggatták a kisurat. Császári hercegnőt feleségül venni nem akartál. Hitünket felvenni sem kívántad. Akkor legalább mondd el nekünk néped szokásait. Nálunk emberemlékezet óta mindent feljegyeznek a máról és a múltról. Csak ugyan mindent számon tartotok? A görög írnokok önhitten kérdezgettek fejedelmi apám. De aki önhitt, az hiú. És a hiú ember nyelvét nem nehéz megoldozni. Így hát végül én vettem ki belőlük valami fontosat. Tudom, türkövetség várakozik most rád, meg perzsa kereskedők szeretnék elmondani neked útjukon szerzett híreiket. Holnap, amikor együtt üzzük a vadat, apróra előadom neked, mit tudtam meg Konstantinápolyban. A görög írnokok, akik mindent tudnak a régi időkről, úgy mondják, etel közön mindig átfolytak a népek. Szarmaták, jazigok, gótok, hunok, avarok, mind éltek itt, de egy sem maradhatott. Vajon miért, atyám? Miért? Azóta ezen gondolkodom. Jó föld ez, gazdagon eltart minket. Mégis nem fenyeget bennünket itt valami veszély? Amikor röviddel ezután egy bajor herceg kért tőlünk sereget, hogy Pannoniában harcoljunk az ő érdekében, bár gazdag zsákmára nem volt kilátás, megadtuk, amit kívánt. A kisúr meg akarta ismerni ezt a szomszédos vidéket, amelyet előlünk eddig elzárt a hegyek karéja. Megtérve onnan, a kisúr a homokba rajzolt a fejedelmi atyjának az ország hegyvonulatait és vizeit. Itt biztos hont találnánk. A jólétben ki akarna innen felkerekedni, vérezni másik földért? Nem értené meg senki, de ha vész jön, most már tudom, mit kell tennünk. S ha én meghalnék addig, te sem fogod elfelejteni. A vész valóban csak sok-sok idő múltán, álmos úr akkorában tört ránk. Egy szultán a messze Araltónál megfutamította az úzokat. A szálláshelyüket, nyájékat vesztett úzok a szomszéd besenyőkre törtek, azok meg ránk zúdultak. Előhadukat ősz vége volt, még sikerült legyőznünk egy fergeteges ütközetben.
De a törzsfői tanácsban így szólt az agg főfejedelem. Télen még seregeiket rendezik majd, dühötten készülődnek. Tavasszal ránk ront a besenyők valamennyi hada. Haragjuk százszoros lesz, és kétségbe esett. Minthogy mindenük elveszett, ha élni akarnak, győzniük kell. Nekünk meg mentenünk, amit lehet. Sehová máshová, Pannóniába. Árpád fiammal együtt mindent előkészítettem. Inkább felaprózód erőinket, főfejedelem, hiszen a kabar sereget a görög császár segítségére Bolgárországba küldted, a karvajosokat pedig úgy bizony. Most indítom el Árpád vezélete alatt a bajorok ellen a morvákat segíteni Pannóniába. Éppen így foglalhatjuk el az új hazát. A törzsfők először elképedtek, majd megőrventek, amikor megismerték álmos úr haditervét. A Duna-Tisza közét és a Tiszántúlt kell elsőnek elfoglalni. Legyen, ahová az egész nép áttelepülhet. De ezt a vidéket a bolgárok tartják a kezükben. A morvák a velük kötött szövetség jóvoltából átengednek minket a Kárpátokon. Árpád vezér két sereget visz oda. Az egyik segít a morváknak megdúlni a Dunántúli bajorok földjét. A másik élén a karvajosokkal a tiszai bolgárokra csap rá. S győzni fog, mivel azokat nem segíthetik sem a harcban álló bajorok, sem az aldunai bolgárok, mert ezeknek a görögökkel és a mi kabarjainkkal kell gyűrközniük. A hét törzs népe így Vereckén, az Erdély szorosokon és az Alduna mentében beköltözhet az új hazába. Ezt hallván a törzsfők elhatározták, hogy vérszerződést kötnek, s ettől fogva mindig álmos fejedelemnek, a megyer törzs vezérének ivadékából lesz a parancsolójuk. Ismert vérük összefolyván, mind jelképesen testvérei lettek a megyer vezérének, a hét törzs egy néppé, megyerré, vagyis magyarrá vállott. Belévethettük hát magunkat legénykék a kemény küzdelembe. Így esett, hogy a tiszai bolgárok legyőzésével Árpád vezérhadai megnyitották az utat egész népünknek ebbe a dunamenti, bércek védte, új és immár örökös hazánkba. S itt, álmos elhalálozván, már nem levedi ivadéka, hanem maga Árpád fejedelem kötötte meg a szövetséget az újföld szellemeivel. Az aranyos féket a fűbe vetve, az aranyos nyerget a vízbe dobva, a fehér lovat a földre döntve, a fű, a víz és a föld szellemének áldozatul. A Karvajos zászló című regényét diafilmre írta Földes Péter. Rajzolta Gyurcsek Ferenc. Szerkesztette Lázár Júlia. Elmondta Bács Ferenc.